szeptember 14-én a KMK szervezésében, idén 24. alkalommal tartják meg a kárpátaljai zenész találkozót, aminek az idei fellépők között az idei sztárvendégje az Omega lesz. Ezzel kapcsolatban beszélgetek most Kóbor Jánossal, a zenekarnak az alapítójával, frontemberével. Üdvözlöm itt nálunk. Milyen érzésekkel jöttek most Kárpátaljára? Végül is nagy várakozással jöttünk, mert az utolsó olyan pont volt, ami a régi Kárpát-medencei, tehát a történelmi Magyarország területéhez tartozott. Szlovákiában már nagyon, ott kezdtük, még a 60-as években. Hát Erdély nagyon sokáig ellenállt a román politika. Tehát mi Bukarestben mindenhol játszhattunk, de azért az erdélyi városokban nem. Horvátország, Szerbia az régóta volt, de a Kárpátalja az olyan bevehetetlennek tűnt. Aztán végül is én szerintem, mert ez még a Szovjetunió múltból adódik, amikor tudjuk, hogy nagyon népszerűek voltunk, de hát személyesen nem jöhettünk, és csak 2013-ban sikerült először a volt Szovjetunióba egy koncertet Moszkvában, Krokus City hallba csinálni, de aztán rögtön a következő évben már kaptunk egy újabb meghívást, sőt a Kirill megkaptuk az ortodox egyház legmagasabb kitüntetését, ami nem egyházi személynek adható. Az ortodox nagy keresztet, amit azzal indokoltak, hogy a régi időben, tehát a Szovjetunió időben az Omega képviselte valahol a fiatalok szemében a szabadság eszményképét. Mert persze, hogy voltak nyugati együttesek, meg minden, de hogy egy kelet-európai együttes produkálta ezt számukra, ezért az Omega volt a szabadság jelképpen. Ugye idén 57 éve, hogy elindult az Omega, 1962-ben, hogyha jól tudom, és egy osztálytársaság hozta létre annak idején. Milyen út volt az, és mi tartotta itt egyben önöket 57 éven keresztül? Titeket. Titeket, bocsánat. Tulajdonképpen a 1962-ben kaptuk az Omega nevet. Nem magunk adtuk magunknak, az egyetem klub adta nekünk. Tehát az Isten igazából a névnapunk. De valójában jövőre lesz 60 éve, hogy először színpadra léptünk. Ez a gimnázium osztályban alakult együttes. 1960-ban lépett először színpadra, tehát gyakorlatilag jövőre 60 éve. Milyen utat mutat így a mai fiatalságnak is az önök pályája? Nem tudom. Én szerintem ezt, ha valaki így rákérdez, mindig azt tudjuk mondani, hogy ez nem volt tudatos és nem volt ilyen megtervezett dolog. A gimnázium harmadik osztálya az még sem az érettségére még, de már nagyfiúk vagyunk. Tehát akkor úgy kedvünk támadt, hogy a sportolás mellett ilyen, akkor nagyon nekünk megtetszett rock'n'rollba gondolkozzunk, és mivel ezt máshol nem hallhattuk, gondoltuk, hogy majd magunknak csináljuk. De én szerintem mindegyikünk körülbelül úgy gondolta, hogy ez az érettségi, legfeljebb az egyetemi felvételig fog zajlani. Aztán 60 év lett belőle. Ugye a holnapi koncert is beleilleszkedik nektek egy turnésorozatba, ami elég gazdag ahhoz képest, hogy 2019-ben vagyunk. Hány helyszínen vagytok idén? Körülbelül 40 koncertünk volt lesz idén. Hát az utolsó otthoni koncertünk az már lezajlott. Most itt vagyunk Kárpátalján, Németországban megyünk. Ennek az évnek a programja ez a tűzvihar koncert, ami egy kicsit ilyen progresszívebb, de valójában egy best of Omega, tehát egy az Omega legnagyobb számaiból, csak talán inkább a lendületesebb és progresszívebb anyag. Miket hallhatunk majd itt tőletek ezen a hétvégén? Hát csak a szörnyűségeket. Semmi jobban ne reménykedjen. Nem, azt mondhatom, hogy nagyon jól kipróbált anyag. Én nem is emlékszem, hogy utoljára mikor volt ennyire sikeresen összeállított koncertanyagunk. Tehát mindenhol ez jön le.
Jól ki van már próbálva, tehát itt már nem kell attól tartani, hogy itt áll össze. Én szerintem mindenki meg fogja azokat a számokat kapni, amire omega szinten vár. Egy kicsit ugye az interjú előtt én is utána néztem az omegának, bár én is hallgatok omegát, és ahogy fellapoztam különböző lapokat, mindenhonnan az jött le nekem, hogy ekkor alakult, ekkor lett. És amikor odaértem, hogy mit csinált meg először, akkor nagyon-nagyon hosszú felsorolás volt. Például Magyarország első lézersója Magyarországon, az első LED-fal bevezetése. Akkor hogyan is tekintettek magatokra, az együttesre? Úttörőként, vagy stílusteremtőként? Én nem nagy zónám így el a dolgot, mivel 1959-es, 60-as évbe kezdtük, tehát 3 évvel a Beatles indulása előtt, és utána, főleg amikor a Rolling Stones-t én meghallottam, hát onnan tudtam, hogy merre van az igazi irány. Nekünk egy célunk volt, hogy ha már ezt csináljuk, és mint kiderült az egyetem alatt, nyugodtan tudtuk megcsinálni, sőt a diploma után is sokan döntöttünk úgy, hogy ezt folytatjuk. Az volt a cél, hogy ha már ezt így döntöttünk, hogy ezt tovább csináljuk, akkor hát ahogy egy sportoló, szép, hogy egy országos bajnoki címet szerez, de hát a nemzetközi, tehát most Európa bajnokság, világbajnokság, nyelvisten, olimpia, az az igazi megmérettetés. És ez valahol nekünk az volt, hogy akkor teljesed a kép, ha a nemzetközi szinten is el tudjuk azt érni, amit otthon. Mennyire fontos az ugye a koncerteknek a többsége manapság is ugye nyugaton, Nyugat-Európában zajlik. Mennyire fontos nektek a Kárpát-medence és a Kárpát-medencei magyarság? Hát nagyon fontos, csak tőle, amikor onnan úgy valahogy, nem azt mondom, hogy ki vagy tiltva, de nem. Hát Erdély meg a Kárpátalja volt a két utolsó pont, mert a többi volt királyi Magyarország területén, végül is már a 60-as években eljutottunk. Tehát a jugoszláv, tehát horvát, szerb, osztrák, csehszlovák részekre. De valahogy az Erdély meg a Kárpátalja nagyon. Természetesen nem az erdélyiek és a kárpátaljaiak, hanem az az ország, amihez tartoztak, hát nem nagyon voltak oda, hogy invitáljanak minket. Romániában nagyon sok, a 70-es években mások koncertet adtunk, de Bukarest, Brajla, Konstanca, Pitesti, Ploesti, tehát úgy szépen körbe lőttük a Kárpátokat, és egy koncertünk volt valamikor a 80-as években talán Brassóba, és ott úgy jelezték nekünk, hogy innen kezdődik a tiltott zóna. Tehát mint a majmok bolygója című. Tehát azt úgy nézhettük onnan a Kárpátokról, de és 1995-ig szóba se jöhetett, pedig akkor már Romániában is régen megtörtént a váltás, és akkor egyszer csak Marosvásárhelyen a stadionba végre sikerült az elsőt. Hát azóta nagyon sűrűn járunk az erdélyi nagyvárosokba is. Hát a Kárpátalja az még nehezebb volt, mert ott máig kellett várni. De ez az egész volt Szovjetunióra igaz, tehát ahogy Moszkvában is csak 2013-ban sikerült az első koncertet adni, aztán onnantól kezdve már nem volt gond. Hát ez valószínű a Szovjetunió volt, tehát igen, ez lassabban olvadt fel. Tehát a régi
nyugati haverjaink, tehát a Scorpions, vagy a Bon Jovi, vagy ezek már régen jártak mindenfelé a Szovjetunióban, amikor mi még mindig úgy voltunk, hogy hát oda mi nem mehetünk. Így az elmúlt év, az elmúlt 60 évnek a távlatából még volt az az egy olyan koncert, ami a legjobban megragadt bennetek? Mi volt az, ami egy ilyen áttörés volt, vagy a legnagyobb esemény volt az Omega életében? Hát, hál' Istennek nagyon sok ilyen van, és nagyon sok ilyen volt külföldön is, meg otthon is. Tehát, ha nemzetközi szinten nézem, akkor tudom, hogy az áttörés nekünk egy bázeli Szent Jakab sportcsarnoki koncertünk indította el a lavinát 76-ban. De hát otthon például az első kis stadion. Számomra talán a legmonumentálisabb és leglenyűgözőbb az a 2014-es Hősök terei koncert volt. Hát ott drónokkal, helikopterekkel fotózták a tömeget, hát van 360 ezer ember volt, hát az most is, ha megnézem azt a videót és azt a óriási tömeget látva, az legintőbb, én meg azt mondom. Volt egy brazil újságíró, aki idejek közé jött oda, és a koncert végén mondta azt, hogy te figyelj, de én ott voltam a Rolling Stones Copacabana koncertére, amire azt mondják, hogy a világon ott voltak legtöbben eddig rock koncerten, azt nem biztos, hogy többen voltak. Úgyhogy az mindenképpen az egyik legfontosabb. Mit vártok a holnapi naptól, a holnapi fellépéstől? Az időjárástól úgy érzem, hogy megkapjuk a lehető legjobbat, tehát ilyen kellemes késő nyári, kora őszi időjárás lesz, azt nagyon szeretjük. Megmondom őszintén, attól se érnénk meg, ha eső lenne már. Abba is volt bőven részünk szabadtéri koncerteken, de szerintem jó idő lesz, ami azt jelenti, hogy semmi akadálya nincs, hogy a maximumot tudjuk adni. Technikában tudom, hogy egész ebben az évben használt dolgok vannak, tehát nem hiszem, hogy negatív meglepetés. Bár mindig azt szoktam mondani, hogy azért a Murphy is szokott jegyet venni a koncertre, úgyhogy de remélem, hogy holnap semmi kifogásolni valója nincs. Én szerintem egy nagyon jó hangulatú, lendületes koncert lesz. Ugye a tizenétek az, amint mindenki felnőtt. Tőlünk a 30-asok generációtól kezdve a 60-as, 70-esek is a tizenéteket hallgatta. Hogyan néz ki ma egy koncertetek? Kiből van a legtöbb, még korosztályban? Én azt mondom, hogy a középkorosztályból, tehát amelyik még fiatalon is érintett volt a korábbi dolgokban, de érdekes módon, főleg külföldön, sokkal több fiatal is van. Tehát ott mi már olyan legendának számultunk, akik nem minden alkalma, és arra a fiatalok jobban. Otthon jobban az van, hogy hát a családban, a szülőktől meg minden hallanak róla, tehát úgy jönnek el. Meg valahogy úgy érzem, hogy Magyarország egy kicsit ilyen a régi, hát tudod, a múlt rendszerben a Magyarország volt rockzenében tulajdonképpen a központ. Na, ennek megfelelően az a rockzenének az a hatása, ami akkor volt, az ma nincs Magyarországon, mert visszaállt a helyére, és valahogy úgy érzem, hogy például Szlovákiához vagy Romániához képest is, tehát a nyugatot most nem mondom, sokkal több fiatalt látunk, mint mondjuk egy hazai koncerten. De nem csak ránk vonatkozik ez, mert a Stones vagy a Scorpions is, mikor nálunk koncertezik, mindig azt mondja, te nálatok a rock közönség az 50 és a halál között. Mert azért megnézel egy Stones koncertet, hát ott azért ma is fiatal lányokkal van az eleje tele. Bár megmondom őszintén, most a Stones-ot a 2019-es turnéját nézve, én úgy érzem, hogy azért lassan le kell, és ez ránk is figyelmeztethető lehet. És főleg akkor, ha megnézem azt, hogy mi az, ami ma úgy abszolút uralja a dolgot, tehát mondjuk a Rammstein, hát azt a szintet már nagyon nehéz, akár nekik, akár nekünk. Tehát az annyira az eszenciális
rockzene, és annyira sajnos olyan lendületű meg minden, hogy azelőtt már én is azt mondom, hogy eddig soha nem mondtam volna azt, hogy tehát ha foci nyelven lennék, és jók lennének a magyar csapatok, akkor az Real Madridot se ijedem meg. Itt azt mondom, hogy eddig bármelyik nyugati csapatra azt mondtam volna, de ez egy új szintre helyezte. Ez a totális rockzene, valahol ez a csúcsa, amit ma még, ha úgy mondjuk, hogy él, iszonyatos pénz van benne. Tehát olyan, mint a foci. Most Magyarországon soha nem lesz annyi pénz, hogy ilyen szintű koncerteket tudjunk csinálni, mint amit most Rammstein kettesével, hármasával csinálják a stadionokat. Szóval ez még a Stones-nak is azért egy kicsit megfeküdte a gyomrát. További sikereket és további fellépéseket kívánok Önöknek és nektek még éveken keresztül, és köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönjük szépen. Sziasztok.